Nem kevesebb, mint 40 cent, 50 cent magasságában mozgott, és ezek után láthattuk, hogy feltört egészen a 47 dolláros magasságokig, tehát majdnem egy 100 x-et lehetett ezzel csinálni, aki időben felismerte a potenciált. Üdvözlök mindenkit a Decentralized Finance Hungary gyors videójában. A mai videóban felfedeztem egy olyan lehetőséget, amiről már a közelmúltban lemaradtunk. Egy nagyon hasonló DeFi stratégiáról fogunk beszélni, amit eddig alkalmazhattunk volna, csak olyan hirtelen történt minden újítás, hogy sok ember a kivételen lemaradtak ezekről a dolgokról, ugye beszéltünk. Azokról a DeFi láncokról, amik kialakulnak, adott váltóhoz csatolva. Ugye ezeknek az az előnye, hogy már van egy felhasználói kör, aki innen közvetlenül tudja küldeni a tokeneket azon a hálózaton, amit támogat maga a váltó. Tehát ugye a Binance is ezért ennyire sikeres, mert saját hálózatát hozzá tudta adni a Binance váltóhoz, tehát mindenki, aki ott váltott valamilyen token, például BMW-t, ugye a, a Binance okoslánc hálózaton tudta egyből küldeni. Most itt van egy új DeFi hálózat, ami az a neve, hogy KCS, tehát KuCoin Community Chain, és tulajdonképpen ezt is hozzá tudjátok adni a metamaszkotokhoz, és itt van egy nagyon jó lehetőség, hogy a QDEX-en, tehát a kucoin az eredeti és első decentralizált pénzváltóján, ha hát nem tudjátok mi ez a decentralizált pénzváltó, mindenképpen nézzétek meg a Defi Hungary e-bookot, illetve az oktató videót, ebben mindent elmondok, és akit ez érdekel, mindenképpen nézze meg linket lányom a videó alatt. Tehát ugye a KuCoin csinált egy decentralizált hálózatot is, az első váltó ezen a QDEX, és ugyebár hozzá kell adnunk a hálózatot először is a Metamaskhoz, amit úgy megtenni, hogy fő Ethereum hálózat, BSC, tehát Binance Smart Chain, Matic, Harmony, és az egyedi RPC-t lent hozzá adhatjuk. Ez egy egyedi RPC-re kattintva hozzáadjuk egyszerűen csak a hálózatot. Hozatot, ugye innen majd lehagyom a linket a videó alatt, ki tudjátok másolni, tehát KCC mainnet, Chain ID, és így tovább, és így tovább, ezt mind beillesztitek ide, és utána a mentés gombra kattintva hozzá is adjátok a metamaszkotokhoz. Miután ez megvolt, mindenképpen fontos az, hogy hozzá tudjátok, vagy hát regisztráljatok a KuCoin-ra, ugye a KuCoin-ra, hogyha regisztráltok, akkor tudtok egyből itt vásárolni KCS token ami jelenleg 12 dollár. Láthatjuk, hogy KuCoin token ugye jelenleg 11 dolláron van, és hogyha ezt megvásároljuk, akkor itt ezen a váltón, a kucoin ki is tudjuk küldeni ide, mint KCC hálózat mint KCC hálózat is, akkor ide ki is küldjük, és meg is érkezik ide a KCS tokenünk. Jelenlegi 13 KCS tokenem van, ami arra vár, hogy megvegyem ezt a tokent, a KOD-t, ami azt jelenti, hogy ezt valahogy úgy tudom elképzelni, hogy olyan lesz, mint a pancakeswap. swap. Tehát a pancakeswap, swap, mikor kijött, akkor ha megnézzük, nem kevesebb, mint 40 cent, 50 cent magasságában mozgott, és ezek után láthattuk, hogy feltört egészen a 47 dolláros magasságokig, tehát majdnem egy 100x-et lehetett ezzel csinálni, aki időben felismerte a potenciált, illetve ennek a dinamikáját. Tehát én azt akarom mondani, aki szeretne spekulatívan trédelni, és azt gondolja, hogy ez egy jó lehetőség, annak mindenképpen ajánlom, hogy nézze meg ezt a QDX-et. Tehát láthatjuk, hogy ezt majd itt meg lehet vásárolni és ezek után a KUD tokentől remélhetőleg azt fogjuk látni, hogy olyan magasságba fog menni, mint a PancakeSwap, azzal, hogy a DeFi hálózata a kucoin mivel már a hálózat össze van kötve a váltóval, nagyobb felhasználói kört fog érinteni egyből. Tulajdonképpen erre gondoltam, hogy ezt mindenképpen meg akarom veletek osztani, Nyilvánvalóan mindig lesznek lehetőségek kriptomat, tehát ne aggódjatok, jelenleg unalmas időszakot élünk, de azt mondom mindig, hogy nyáron, ahogy az előző videómban is elmondtam, nyáron nagyon sok fejlesztés történik itt a szférában, és ez az egyik olyan, amit most felfedeztem, és új. Tehát aki szeretne KuCoin hálózaton DeFi-ban részt venni, mindenképpen adja hozzá a maskoz a hálózatot, és azok után ide tudja küldeni a kucoin és akinek még nincs fiók, fiókja a KuCoin váltón, mindenképpen Használja a linket, lenne a videó alatt, és fel is tud iratkozni ide a csatornámra. Köszönöm nektek a figyelmet, ez csak egy rövid videó volt, gondoltam, ezt megosztom veletek. A következő videóban találkozunk, addig is minden jót nektek, és sziasztok!